Srácok, srácok, gondolom hallottátok, hogy már Magyarországon is itt van a vírus, és tudjátok, van ez a koronasör. Azt mondják, hogy köze van a vírushoz, úgyhogy most le fogjuk tesztelni azt, hogy ez a sör, ez tartalmaz-e koronavírust. Megvan a maszk, úgyhogy teljes a biztonság, úgyhogy ki fogjuk próbálni, meg fogjuk kóstolni ezt a koronasört, ami az amerikaiak 38%-a szerint köze van a vírushoz. Én nem tudom már minek higgyek, de van ez a sör, és egyszerűen nem tudom eldönteni, és senki nem tudja, hogy van-e benne vírus-e vagy nincs, és milyen már a Magyarországon is vannak, ezért lehet, hogy nagyon vigyázzunk el a szupermarketek, ugyanis tele van ilyen sörrel. Nagyon-nagyon sok helyen lehet ilyet találni, úgyhogy én kicsit félek, azt kell, hogy mondjam, és nem tudom, ne próbáljátok ki otthon, semmiféleképpen ne próbáljátok ki otthon. Mondjuk muszáj leszek levenni a maszkot, hogyha inni szeretnék belőle, úgyhogy hát készüljetek, srácok. Egyébként így néz ki a sör, teljesen ártalmatlannak tűnik első ránézésre, és hát nem tudom, régebben is láttam már ezt a sört, de mostanában nagyon elkezdett terjedni, és egyre több helyen látom, úgyhogy hát nézzük meg és teszteljük le, hogy nektek ne kelljen, mindent megteszek, értetek, srácok, hogy nektek ezt a szörnyűséget ne kelljen átélni, és ha valaki elkapja a vírust, akkor csak én legyek az, és ti nehogy. Itt van a sörnyitó. Úgyhogy, hát nyissuk ki. A habzik. Ez bajt jelent, nem? Ez azt jelenti, hogy van benne vírus, de várjunk. Úristen, srácok. Mi ez a sok hab a tetején? Ez nem jó, ugye? Ez nem jelent jót. Na várjunk. Akkor. Kóstoljuk meg, jó? Kóstoljuk meg. Most nyitottam ki, nem kóstoltam én meg. Sör illata van, teljesen ártalmatlannak tűnik. Nézzük. Soha többet, srácok, soha többet, ez nagyon kemény. Hát nem tudom, mit mondjak, nem érzek semmit, úgyis 2 heti lappangás idő, úgyhogy srácok, remélem minden rendben lesz, úgyhogy 2 hét múlva jelentkezem, hogy minden okés. Remélem minden okés lesz, jó? Mindenesetre ne próbáljátok, jó? Jó, én kipróbáltam nektek, nekem. Majd 2 hét múlva találkozunk, remélem még élve is, nem a húgomnak kell bejelentkezni, úgyhogy sziasztok, ezt meg megyek és kidobom. Jaj, srácok. Nem tudom, miért vagyok én ennyire hülye egyébként, és miért csinálok ilyen hülyeségeket, de ez nem tudom, honnan jött az ötlet. De egyébként kifejezetten tudom, hogy honnan jött az ötlet, ugyanis hát a koronasör, amit az előbb kipróbáltam, hát nyilván nem életemben először próbáltam ki, már egyszer-kétszer kóstoltam régebben, ez kamu. Tehát, hogy amit az előbb láttatok, ez nyilván kamu, semmi köze a vírushoz, ezt muszáj elmondom, egy vicc volt az egész, ugyanis az az érdekes, hogy egy csomó hírportál Magyarországon is, meg külföldön is lehozta, hogy hát a koronasörnek az amerikaiak szerint, mert az amerikaiak azok buták, tehát hogy lehet köze a koronavírushoz. És volt egy ilyen teszt, mondjuk kevesebb, mint 1000 emberre végezték el, szóval ez eléggé, hát nem pontos, az több milliós lakosságra tekintve Amerikába, de ez a teszt alapján az emberek 38%-ának szerint köze lehet a vírushoz, és nem akar inkább inni ebből a sörből a vírus miatt, ugyanis annak koronavírus, ez pedig koronasör, és a 18% szerint pedig, hát köze van, kifejezetten köze van a sörnek a vírushoz, de hogy egyrészt ez hogy gondolhatja bárki is, azért mert ugyanaz a nevem, meg szóval, hogy én nem tudom, hogy ez kinek az agyából pattant ki ez a hülyeség, és ossza az igét, szóval én ezt nem tudom, és gondoltam, hogy csinálok ebből egy ilyen poén videót, tehát amit az elején mondtam egyébként, hogy Magyarországon van már 2 fertőzött, ez igaz, ezt Orbán Viktor jelentette be tegnap, szóval ez a videónak ez az elejéből való része, ez az egyetlen igaz. Az egész többi az egy ilyen kis színjáték, kis hülyeség volt, nem tudom, gondoltam, hogy csinálok egyet, és kicsit beszélek erről a korona
sörös dologról. Egyébként a sör szerintem rablás, 500 forint 3 deci konkrétan, ami elég drága Tesco-ban, tehát hogy egy, nem egy kocsmában, ott szerintem simán 800 forint körül van egy ilyen sör, hanem 1000. Mindegy, nem ez a lényeg, szerintem egyébként semmi baj nincs a sörrel, nem rossz, de kicsit drága, szerintem is túl van értékelve ez a sör, de lényegtelen, én nem szeretem annyira, de van egy haverom, aki szereti, természetesen semmi köze. Semmi a koronavírushoz, csak az nem, hogy korona. És hát elvileg 180 millió dolláros bevételkiesés érte a céget a koronavírus miatt, ugyanis egy csúan asszociálják a vírust a sörrel, ami teljesen lényegtelen, és teljesen semmi köze a kettőnek egymáshoz, és ezért elvileg ekkora bevételkiesésük van a vírus megjelenése óta 2019 első negyedévében, és de ez lehet azért is van, hogy az emberek nem járnak annyira szórakozóhelyekre, mondjuk tegyük fel Kínába, tehát hogy alapjáraton a Kína megbénul, egy csomó ember ugye karanténban van, meg le vannak egész városok zárva, tehát ez is már egy csomó bevételkiesés lehet egy cégnek, de hogy az emberek nem járnak annyira szórakozni, nem isznak annyira alkoholt, nem nincsen sok tömegrendezvény csak Kínában, de már egyébként máshol is kicsit kezdenek az emberek leszokni erről a vírus miatt, már félnek, megijednek, és igazából érdekes, hogy milyen hatásai vannak ennek az egésznek, de egyébként olvastam a napokban olyan cikkeket is, hogy pont, hogy a koronavírus miatt több ember veszi ezt a sört. Tehát, hogy így most mi van? Meg azt nyilatkozta egyébként a koronasörnek a vezérigazgatója, hogy nem érintette őket egyáltalán negatívan a koronavírus. Szóval én nem tudom, hogy ezek a hírek honnan jöttek, meg ez a 180 millió dollár, szóval ez így lehet, hogy ez egész egy marketingfogás volt, hogy valahogy kilíkelték, hogy úristen, ennyi pénz negatívul érinti őket, aztán mindenki leírja, hogy semmi köze a kettőnek, és akkor ez egy marketing fogás, én nem tudom, mi volt a háttérben, mert ez érdekes, és nem érintett negatívan egyébként, és ugye azt olvastam az interneten, hogy sehol nem viszik ezt a sört, és egyébként, tehát volt egy polc konkrétan a Tesco-ban, ahol így egy csomó hely volt ennek a sörnek, és konkrétan alig volt, nem tudom, 10 darabnál is kevesebb volt, tehát konkrétan alig volt ilyen sör, szóval viszik az emberek, vagy csak nem vásárolják föl újra is, hogy nem viszik az emberek. Nem tudom, mondjuk alapjáraton kifosztották a beváruházakat. Tehát alapjáraton kifosztották az élelmiszerláncokat, sóliszt, kenyér, minden, nem, cukorliszt, meg ilyeneket. Tehát alapjáraton egyébként a bevásárlóközpontokat Magyarországon kifosztották már az elmúlt napokban, mert vesznek lisztet, sót, cukrot, ilyen hülyeség. Az emberek ilyen 70 meg 80 kilókat, hogy mi az Istennek, a senki nem tudja, mert hogy abból sok minden nem tudsz csinálni, ez biztos max kenyeret. Meg nem tudom, cukor, nem tudom, mennyi kell egy év alatt, te használsz 1 kilót körülbelül, és vesznek az emberek 10-20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 kilókat. Szóval nem értem kicsit ezt a pánikot. Persze értem, hogy pánikolnak az emberek, és ez ilyen kényszerreakció, mert megijedtek, úristen, de hogy azért szerintem erre nincs szükség, nyilván azért az emberek pánikolnak, de ezt ne így fejezzék ki, hogy felvásárolják a fél bevásárlóközpontot, mert hogy bepánikolnak, és úristen, és mi lesz, nyilván ezt azért tették, mert hogy Kínában ilyenkor nem tudnak bevinni árut, nem bittet, hogy valamilyen fódon tudnak bevinni, de hogy lezárták, és akkor mindenkinek annyi kaja volt, amennyi volt, és a bevásárlóközpontokban nem szállítottak új dolgokat, az alatt a pár hét alatt, és elfogyott minden. És ezt akarják elő megkerülni az emberek Magyarországon, hát valószínűleg azért nem fogják karanténba zárni az egész országot, vagy városokat Magyarországon, szóval nyugodjatok meg, srácok, nincs még ilyen nagy probléma, viszont megvan az első kettő fertőzött az országban, két iráni egyetemi tanuló, az, hogy melyik egyetemen tanulnak, ezt nem tudjuk, és még vizsgálják azt, hogy hol kapatták el a vírust, és hogy hol járhattak. Szóval egyelőre ez az állás tulajdonképpen nagyjából a vírussal kapcsolatban Magyarországon. Nem kell pánikolni, srácok, de a fontos tényleg, hogy fertőtlenítsetek kezet minél többször, fürödjetek és tisztítsátok le magatokat minél többször, ez ilyen satöbbi soszlóvr. Tehát az ilyen szokásos dolgok, amiket el szoktak mondani. Megint fogok egy linket hagyni a leírásban, ahol mindent leírnak tulajdonképpen, amit tudni kell a koronavírusról. Fontos, hogy informálódjatok jó helyről, és ne csak ilyen random oldalakról vagy cikkekről az interneten, ugye elég könnyen csapdába lehet csalni az embereket, például a koronasörös koronavírussal is, úgyhogy legyetek óvatosak, és hát én ennyit lettem volna igazából, remélem, hogy jó szórakoztatok a videó első pár percében, és hogy kicsit informatívan is hozzá tudtam tenni a napotokhoz, úgyhogy ha tetszett a videó, nyomatok egy lájkot, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a legújabb videókról, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!